Sziasztok! Ma egy olyan receptet fogok megmutatni nektek, amit akkor szoktam bevetni, amikor azt hiszem, hogy nincs itthon semmi. Mert hogy egy mindenki által ismert magyaros burgonyalevest fogok készíteni, nem mással, mint knédlivel, azonban meg akarom egy kicsit bolondítani, a Cepter emeletes főzési technológiáját fogom bevetni ehhez segítségül. A burgonyakrémleves tetején, ennek a szürvedénynek a segítségével knédlit fogok párolni. Nézzük is, hogy hogyan készítem. Mindenekelőtt begyúrom a knédlit, az élesztőt felfuttatom, összekeverem a liszttel, és darálok bele vegán kolbászt, bükkfán füstölt piros paprikával, amit a mixiben fogok összeaprítani, és úgy teszem a tésztához. A kész knédli tésztát becsomagolom és félreteszem, mindenképpen csomagoljátok be, hogy a nedvesség tartalma ne párologjon el. Higgyétek el, így is fantasztikusan puha lesz, és meg fog kelni. A levest hagyományos módon készítem fel, megdínszelem a hagymákat, rászuttyantom a zöldségeket, felöntöm alaplével. A fehérrépát nem szeletelem össze pici darabokra, mert nem szeretik a srácok, csak én, úgyhogy ezt hagyom egy kis hosszúkás alakzatra, hogy könnyen megtaláljam. Meghúlt a knédli tészta, varázslatos, nagyon puha és nagyon lágy. Dupla akkorára kelt, 2 fonat lesz belőle, majd meglátjátok, hogy hogy fog kinézni. Megmelegedett az edényem, most beleteszem, és onnantól kezdve, hogy rátettem a fedőt, 25 perc múlva készen lesz. Megpárolódik a knédli. Elkészült a knédli, és most föl fogom emelni a fedőt. Wow! Ez csodálatos, meg is mutatom. Nézzétek! Nagyon cuki lett, most kiborítom, és behabarom a levest, és lehet tálalni. Elképesztő illatok vannak a stúdióban, a konyhámban. Szerintem mi most meg is fogunk ebből ebédelni. Azért megkóstolom. Csodálatos ez a leves. Elképesztő ez a knédli. Próbáljátok ki, mert tényleg nagyon kicsi alapanyag igénye van. És nagyon-nagyon finom. És gyerekbarát. Sziasztok!